Sziasztok állatbarátok, ez a Pórász következő adása, ismét itt vagyunk Böbével. Az előző adásokban bemutattunk több befogadó helyet is, és beszéltünk arról, hogy ezek a befogadó helyek messze nem egyformák, sőt olyan szervezeteket is megpróbálunk nektek bemutatni, akik az állatvédelem más területén is dolgoznak, és ma ebből az állatvédelmi folyamatból kiragadva egy olyan egyesületet fogunk bemutatni, akik az első vonalban dolgoznak, vagyis az utcáról mentenek. Mai beszélgető partnerünk Vámos Vera, a Kutyások a 15. kerületért állatvédő egyesület vezetője. Üdvözöllek! Sziasztok! Igen. Rögtön kezdjük azzal, hogy lettetek, miért és ki hozta össze ezt az egyesületet? Maga az egyesület 2016-ban alakult, egy ilyen civil kezdeményezésre. Igazából véve mi egy csapatként működünk együtt, tehát hogy általában a döntéseket is együtt hozzuk, együtt tesszük, együtt csinálunk mindent, úgyhogy... Azt mondtam hogy a bevezetőben, hogy ti az utcáról mentetek kutyusokat, de gondolom ez nem fedi le az egyesület teljes tevékenységét. Nyilván, tehát hogy az eseteink... nem is tudom, talán 80%-a, 90% az valóban az, hogy helyszínre megyünk, és onnan mentjük. Igazából véve, amikor ez elindult, akkor ugye arra vonatkozott, hogy a csip alapján hazavinni az állatokat, és akkor nagyon örül mindenki, mert megvan a gazdi. Most azért ez a történet már kicsit kinőtte magát, mert ugye át-át már vándorlunk most már egyéb kerületekbe. Igen, tehát az utcáról mentünk, balesetes, főként kóborállatokat, nyilván nem áll meg ott a történet, hogy oda megyünk és megfogjuk, próbáljuk ezeket az állatokat elhelyezni, gazdához visszajutatni, ha nem, akkor gazdát keresni neki, ellátni őket. És hogy néz ki ez a csoport? Hányan dolgoztok, vagy önkéntesek, alkalmazottak, vagy... szimplán egyesület csak? Nem, hát mi egy civil szervezet vagyunk, nyilván egyesületként működünk, önkéntesekből állunk, tehát mindenki, aki benne van ebbe a csoportba, saját munkája, család, minden mellett, tehát hogy mi ezt elhivatottságból vagy állatszeretetből csináljuk, tehát nem pénzért tesszük, hanem a szabadidőnket és a mondjuk azt, hogy szabad energiáinkat visszük ebbe az egészbe bele. Fixen mondjuk így a régiek, az erős csapat az ilyen 10 fő, 9-10 fő. Az újakkal nyilván ezek az újak azok általában, hogyha nem tudják fölvenni azt a lépésszámot, amit mi így diktálunk, akkor azok ki szoktak peregni, de mindig van egy ilyen 4-5 új tagunk, akiket próbálunk ebbe az egészbe belevinni, bele tanítani, vagy... 0-24-be? 0-24-be. Hát az utcáról mentés az nem mindig egyszerű feladat, ugye ezt, aki már valahol is próbált megfogni egy ilyen minden elől menekülő, teljesen sokkos állapotban lévő állatot, akiben már talán ne adj Isten, mondjuk belecsapódott esetleg egy autóba, vagy valaki belerugott, vagy valami más trauma érte, hát ez egyáltalán nem egyszerű, és hát nem is veszélytelen feladat. Azért hány százalékban sikerül ez, vagy mindig sikerül? Olyan nincs, hogy nem sikerül. És hogy tudjátok megfogni őket végül is? Csapdáztok, hálóztok, vagy csak bármi. Csalogatjátok? Hogy... bármi. Tehát ez mindig a helyzet adja azt, hogy mi az, amit be tudunk vetni. Nyilván, ami nálunk egy ilyen, mondjuk azt, hogy vörös jelzés, az a helyi adottságokból adódóan az az M3-as autópálya. Tehát, hogyha ott állat van, akkor ott mindenki nagyjából eldob mindent, és megpróbálunk megindulni, mert ott emberi életek vannak veszélybe. Tehát, hogyha valaki fékez egy nagyobbat, tehát hogyha ott azért egy ilyen tömegbaleset az így belejátszik a történetbe. Nyilván a kerületi rendőreink már ismernek minket. Tehát, hogy ők azért tudják, hogyha ők hozzájuk fut be előbb, hogy állat van az autópályán, ha hozzánk, akkor egyből értesítjük egymást. Nyilván próbálnak nekünk azonnal ők is segíteni, tehát ők is próbálják akkor terelni a forgalmat, lezárni a forgalmat. Nekünk is van ugye olyan autónk, ami már van sárga jelzés, ugye, hogy veszélyre fölhívjuk a figyelmet. Tehát az autópályás, mondjuk azt, hogy üldözés,
az a legnehezebb ilyen szempontból. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van ehhez valami eszközötök, mert azért egy ilyen bujócskával tarkított üldözéses verseny azért nem mindig veszélytelen, és nem csak a kutyákra gondolok veszélyre, hanem tirátok is, hiszen mondjuk egy autópályán például ott ezerszeres az életveszély mondjuk egy embernek, ha kimer lépni oda, ugye hát nem véletlenül tilos oda kilépni. Tehát ezért egy kutya után, hogyha mentek, akár egy mellékúton is történhet autóbaleset, bármi. Nyilván mindannyiunk védelme érdekében, és mindannyiunk autójában ott van a megkülönböztető mellény, van megkülönböztető kabátunk, tehát ez a fényvisszaverős, rikító, sárgás kabát, tehát azért ilyen szempontból igen. Most, hogyha autópálya van, akkor nagyon sok esetben ott, hál' Istennek, a civilek is megállnak nekünk segíteni, és akkor ilyenkor azt szoktuk kérni, ugye, hogy ők menjenek előrébb, vagy menjenek hátrébb magától az eseménytől, és próbálják meg leinteni az autókat. Uh-huh. Tehát jelezni nekik folyamatosan, hogy itt most mentés történik, vagy felhívni a figyelmet a veszélyre, de ettől függetlenül nyilván vannak egyéb felszereléseink is, tehát van élvefogó csapdánk, hogyha csapdázni kell, ebből nagyjából 3 méretbe rendelkezünk, vannak befogó botjaink, tehát hogy van egy olyan felszerelési háttér, ami nem azt mondom, hogy ilyen amerikai filmekbe élő módon tudunk mi menteni, de találékonysággal azért nincs olyan eset, amit ne oldanánk meg. Általában ugye a menekülő kutya, vagy a kidobott kutya az többnyire sokkos állapotban van, vagy a kint léte alatt, eltöltött idő alatt traumás hatások érhetik. Ilyen esetben például, hogyha ilyennel találkoztok, mondjuk van ilyen, hogy állatorvosi segítségetek, vagy van, akivel tartjátok a kapcsolatot, fel lehet hívni, vagy fel vagytok rá készülve ti, vagy hogy lehet megoldani? A tagjaink közül az elmúlt évben 3 is megcsinálták az állatorvosi asszisztensi iskolát. Tehát, hogy igazából véve többek között én is beugrós ilyen asszisztensként dolgozok, tehát, hogy nagyjából a hirtelen adódott helyzeteket el tudjuk látni. Nyilván van az egyesületnek állatorvosa, akit, ha kell, akkor hajnal 2-kor is felhívhatunk. Itt már azért van egy olyan kapcsolat közöttünk, hogy tudja ezt, hogyha én hajnal 2-kor telefonálok, akkor nem azért hívom, hogy megkérdezem, hogy hogy van, hanem azért, mert olyan eset van, hogy. A mentális sok is egyébként, bocsánat, csak egy picit térek ki erre a részre, a mentális sokat is nyilván, tehát, hogy van olyan kutya, aki megközelíthetetlenné válik ilyenkor, és teljesen. Tehát, hogy erre nagyon jól bevált nekünk ugye a Szedalin, kicsit megetetjük, kicsit várunk, kicsit visszaülünk az autóba, követjük egy kicsit szemmel, hogy merre mozog, és egyszer csak ugye azért ő is megpihen, akkor ugye egyszerűbb az életünk. Nyilván nem az elsődleges cél, hogy most mi éjszaka nekiálljunk bármit is megoperálni, tehát akkor elhelyezzük az állatot, és ugye másnap reggel. De addig is megkapja ugye a fájdalomcsillapítókat, megkapja azt az ellátást, amíg másnap reggelig meg tudjuk oldani. Hogyha olyan szintű a sérülés, akkor nyilván rendelkezésre áll a doktor úr, és akkor akár azonnal is megműtjük. A sérülésekkel kapcsolatban még egy kérdésem van, hogy ugye a kutyusoknál nagyon fontos, hogy be legyenek oltva. Ti be vagytok oltva? Igen, és akkor itt most nem a vakcinára, de nyilván, tehát, hogy vannak olyan önkénteseink, akik sajnos átesnek ezen a jó kis procedúrán. A veszettség elleni oltásról beszélünk. Igen, a veszettség elleni oltásról, és az az érdekesség, hogy nem kutyusok miatt, tehát, hogy a cicák miatt kapjuk általában ezt a jó kis kombót. Tehát, hogy most már 3 önkéntesem is átesett itt az utóbbi időszakban ezen a 5-ös veszettség elleni oltáson, és mind a 3 egyébként balesetes macska. Balesetes macska, tehát hogy mire kihúzta az autó alól, és hiába volt kesztyű rajta, átharapta a kesztyűt a macska. Úgyhogy igen. Mi az a legfontosabb egyébként, ami sikeres lehet egy mentéshez? Tehát például arra gondolok, mondjuk kutya szempontjából esetleg a csíp. Nektek mi az, ami mondjuk fontos még?
Hát nyilván a csip az, ahhoz, hogy mondjuk egy kóborló sikeres állatot hazavigyünk, ez egy nagy siker eredménye, főleg, hogyha ez még egy regisztrált csip is, tehát hogy az, hogy van az állatban csip, azt mint tudjuk már, ez fél siker, igen, tehát hogy ha már regisztrált, az már haladás, és ha még pontosak is az adatok, na hát akkor ott helyben vagyunk, igen, ez nem mindig sokat így lenni. Uh-huh. Tehát hogy van csip jó, ki is van töltve jó, és akkor az adatok nem jók. Uh-huh. És akkor utána van egy ilyen kis vadászat, hogy ki ismeri, kinek ismerős ez az állat. Nyilván vannak notorikus szököink. Tehát, hogy van olyan, amikor már ismeritek. Bejön a hívás, megvan az állatra a leírás, hogy néz ki, és akkor már mondjuk, hogy jó, hát akkor ez itt és itt lakik. Uh-huh. De hát, hogyha már egyszer sikerült megfogni ezeket az állatokat, hova kerülnek? Hova teszitek őket? Mert nekünk is a legfontosabb, vagy a legfőbb problémánk az ugye, hogy nincs hova tenni. Tehát meg tudjuk mi ezt fogni, meg tudjuk nézni a csipet, de hogyha rossz a regisztráció, vagy nincs is benne csip, akkor hova tesszük? Ez iszonyatos. Iszonyatos. Igazából az időnk nagy részét ez viszi el. Tehát ez a folyamatos, kitaláljuk, hova tegyük, merre tegyük, most hideg van, nem rakhatom ki a kennelbe, de akkor melyik állattal. Tehát, hogy nyilván nem rendelkezünk telephelyel, nem rendelkezünk kenensorral, idéglenes befogadókkal dolgozunk mi is, és hát ez egy folyamatos sakkozás. Az időnk nagy része az ezzel megy el, ez a folyamatos küzdelem, hogy hova rakjuk el ezeket az állatokat, és akkor mondjuk beérkezik egy ilyen tízes alom. Mert hogy valaki úgy gondolta, hogy drága az ivartalanítás, és akkor egyszerűbb lesz kirakni azt az almot a sinek mellé. Ugye ezt nagyon szeretik, ez a körvasúcsori rész, szintén zuglói oldalról is, és rákospalotai oldalról is, tehát hogy ez egy ilyen közkedvelt rész. De itt fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy rákospalotai részről egyébként térfigyelő kamera van, csak szólók. Tehát úgy rakjanak le oda legközelebb kutyát, hogy van kameránk. Úgyhogy, és akkor oda leraknak ilyen jó kis ilyen tízes almokat nekünk. Igen, és hát ezzel ugye az is a veszély, majd fogunk beszélni külön az idéglenes gazdikról, de hát azt ugye el kell mondani, hogy itt az a legfőbb veszély, hogyha valaki olyan hozadott be mondjuk, akinek vagy idősebb kutyája van, vagy éppen hogy kölyök kutyája van, és mondjuk az alom történetesen már parvóval fertőzött, és ezt még ugye nem is tudjuk abban a pillanatban, tehát az még akkor nem is jön ki, csak mondjuk két nap múlva. Akkor, nyilván, tehát hogy amikor összeszedjük ezeket a kölyköket, ezeknél a babáknál, ugye van egy ilyen 5-6 napos, 5-6-7 napos időszak, karantén időszak, igen, tehát hogy addig maximum megkapnak egy féreghajtót, és akkor várjuk, hogy elindul valamerre az állapotuk, tehát hogy nincs-e hasmenés, nincs-e hányás, nincs-e. Na most az idégleneseknél azért tudni kell azt, hogy oltottak, ivartalanítottak a kutyusaik. Ebből adódóan ugye, még hogyha be is viszünk egy parvós állományt, az kvázi az ő állatukra nem jelent olyan veszélyt. Tehát egy felnőtt állaton, aki oltva van, kezelve van kvázi kombinált oltással, azoknál nem okoz. Azoknál okoz egy ne adj Isten, egy enyhe hasmenést. De ti munkátok nem lenne teljes a felelős állattartásra nevelés kérdésköre nélkül. Tehát gondolom, amikor hazavisztek egy ilyen megtalált csippes jószágot, akkor azért elmondjátok a megfelelő gondolatokat hozzá a gazdinak. Mindenképpen, tehát hogyha a gazdi vevőre, akkor mindenképpen meg szoktuk tenni, főleg, hogyha már nem először visztük haza, akkor ugye fel szoktuk hívni a figyelmét például az ivartalanításra, mert ugye általában az az egyik ilyen nyomós indok, amiért az állatok megindulnak, tehát az ivarérettség, a tüzelési időszak, ugye akkor megbolondul a nőstény is, megbolondul a kankutya is, úgyhogy ezek mind reményteljes pillanatok. Amire inkább hangsúlyt fektetünk, az kijárunk iskolákba, óvodákba előadásokat tartani, kiviszünk mentett állatokat, megmutatjuk nekik a csip működését, a csipolvasó működését, megmutatjuk azt, hogy mik is azok az adatok, amik látszódnak ilyenkor. Nyilván próbáljuk nekik elmagyarázni azokat a dolgokat, amikre nem kapnak mondjuk azt, hogy olyan bőséges információt.
Egyébként, hogyha valaki esetleg így segíteni szeretne nektek, tud valahogy, lehet, keressen meg titeket. Igazából minden megkeresést szívesen fogadunk, és ezt az embernek el kell döntenie azt, hogy ő miben szeretne vagy tud segíteni nekünk. Nyilván van egy nyilvános Facebook oldalunk, csoportunk, hamarosan lesz internetes oldalunk is. Feltüntetitek, hogy mire van esetleg szükség? Mindig. Mindig. Tehát, hogy ami inkább előjött az elmúlt időszakban, az, hogy az emberek sokkal szívesebben adnak tárgyi adományt, mint hogyha pénzadomány. Segítenek? Mi a meglátásod? Igen. Igen? Igen. Tehát, hogy főleg az utóbbi időszakban azt kell mondanom, tehát, hogy az elmúlt másfél évben úgy érzem, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kaptunk, vagy sokkal többen bekövetnek minket, de az is látszik, hogy az embereknek a támogató kedve nő. Nos, aki szeretne segíteni a 15. kerületi állatvédőknek, illetve hát ti többek vagytok, mint állatvédők, hiszen a frontvonalban harcoltok ugye minden áldott nap a kutyusokért, illetve hát a cicusokért is, ahogy mondtad. Szóval, aki szeretne nekik segíteni, az keresse meg a Facebook oldalokat, ott minden információt megtalál. Akkor is, hogyha támogató szeretne lenni, akkor is, ha idigazdi, akkor is, ha felajánlást szeretne tenni. Én nagyon szépen köszönöm Vámos Verának, hogy itt volt velünk, és bemutatta ezt az egyesületet. A munkátokhoz sok sikert kívánok, és nagy kitartást, mert hiszen nagyon-nagyon kell hozzá. És hát azt kívánom, hogy most megint csak furán fog hangzani, hogy minél kevesebb legyen a munkátok, hiszen akkor az azt jelenti, hogy minél kevesebb elkóborolt állat van Budapesten. Ugye Budapest északkeleti területéről beszélünk, tehát a 15-16-14 kerületekről. Nektek köszönöm, hogy néztetek minket. Nézzetek minket legközelebb is. Sziasztok!